Hát a cím önmagában teli találat, Kitömött barbár, ezzel a címmel jelent meg egy könyv. A szerzőjével fogunk beszélgetni, a szerzőjét pedig bemutatjuk egy rövid névjegyben. Péterfi Gergely 47 éves író, egyetemi tanár, 20 éve a Miskolci Egyetemen tanít, korábban a TV2 és a Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője, lapszerkesztő, novellista, forgatókönyv és drámaíró. Kazinczy Ferenc és Angelo Szolimán barátságának kutatójaként ebből írta PhD értekezését, és idén megjelent regényét, a Kitömött barbárt. Hát az önmagában nem akármi, hogy az ember egy témával el tud manapság tölteni, vagy másfél évtizedet. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét! Köszönöm, hogy eljöttél. Ez hogy lett? Jó kifejezés? Mániaddal? Ez a téma? Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy az íráshoz, mint ahogy egyéb művészeti ténykedésekhez is, de igazából bármi az, amit az ember komolyan vesz, nélkülözhetetlen valamennyi mániákusság, vagy az átlagot meghaladó kitartás, hogyha az ember valamit ki akar a dologból préselni. Én ezt a tárgyat, ezt már egyszer nagyon régen megtaláltam, az már majdnem 20, vagy lehet, hogy több mint 20 évvel ezelőtt volt, amikor a Frankelő úton laktam a nagyszüleim lakásában, akkor már csak nagyanyám élt, és a sötét belső udvara néző kis cselédszobában ott tornyosodott a hátam mögött a könyvespolcon mind a 22 kötet, pótkötetekkel együtt a Kazinczy levelezése, amit közkönyvtárakból a nézők adott esetben jól ismerhetnek, ez egy ilyen barna, másfél méteres tömeg. És mindig nagyon vonzott, hogy ebbe bele kéne nézni, vagy ebbe biztos érdekes dolgok vannak, és annyira olvasatlanul és bolygatatlanul feküdt ott, hogy aztán úgy döntöttem, hogy elkezdek belenézegetni. Az első, amit abban találtam, egy egészen elképesztően érthetetlen magyar nyelv, tehát az a Kazinczy nyelv, amiből aztán nem lett magyar irodalmi nyelv, mert aztán a magyar romantika csinált irodalmi nyelvet, és Kazinczy Ferenc műnyelvét, irodalmi nyelvét elfelejtettük. Aztán pedig, ahogy sikerült áthatolni ezen a sokkon, és a nyelv mögé benézve megnézni, hogy miről is beszél itt ez az ember, akkor ott a második kötetnek mindjárt valahol az elején megtaláltam ezt a részt, ahol ő beidézi Angelo Szolimánnak a tőle 1783-ban kapott levelét, amelyben Szolimán megköszöni a finom tokai aszút, amit küldött neki Bécsbe, és arról biztosítja, hogy higgy el, kedves Kazinczy testvér, mondja testvérnek, szólítja szabadkönyves nyelven, hogy az a legfontosabb és a legnagyobb dolog az ember életében, hogyha a saját Tuszkulánumában élhet. És ezzel arra célhoz, hogy Kazinczy Ferenc épp akkor kezdte el építeni a házát, ő pedig akkor kipenderítve a hercegi szolgálatból, feketebőrűként, éldegélt, magánzóként Bécs külvárosában, kitéve a gonosz szomszédok incselkedéseinek. Én ezt itt most akkor Itt álljunk meg egy pillanatra. Nagyon, nagyon egyszerű hátteret adtál ahhoz, hogy honnan van ez az egész történet. Ugye egyfelől neked van egy családi örökséged, nem akárkik a te őseid. Amivel az irodalomban. Amivel nyilván meg kell küzdeni, akkor, hogyha az ember erre a pályára akarja adni a fejét, már önmagadban is meg kell küzdened, hogy szabad-e ezt neked? Ez megvolt benned? Vagy? Persze, ez egy sokszorosan összetett helyzet meg kérdés. Bori húgom ugyanúgy küzdött azzal, hogy most ő lehet-e színésznő, nagyanyánk után, aki szintén színpadon és előadó művészként szerepelt. Ugye mivel az én édesapám szobrász, nekem, ami az első fokú lázadásom volt, az a képzőművészet elleni berzenkedés. Nem akarok. És akkor úgy éreztem, hogy igen, tehát én festékszagot nem akarok érezni, én gipszet nem akarok látni. És aztán magától adódott a dolog, hogy a bölcsészet tudományok felé indulok el. Egyrészt ugye rengeteg könyv, rengeteget olvastam, édesanyám irodalomtanárnő. És aztán egyik dolog követte a másikat, elmentem görög-latin tanulni az egyetemre. Ami egy teljesen bizarr dolog, én ezzel tisztában vagyok. Bár ez ott a 80-as évek történelem nélküli légkörében és abban a keszonban, amiben a késő kádárkorban éltünk, egy kicsit máshogy jelent meg. Meg az a divatos is volt akkor. Bizonyos fokig divatos azt volt. Azt mondja, hogy ógörögöt tanulok, igen, az jól hangzott, meg akkor volt egy reneszánsz a Kerényinek, meg a Jungnak, meg a Szerbantal utas és holdvilág. Tehát volt annak egy olyan kulturális millió vette körül az embert, amiből ez úgy viszonylag természetesen következett, de hát mégis így is persze elég bizarr dolog volt. És én végül is ott ezeket az antik autorokat tanulmányozva, akik fönnmaradtak egészen zseniális szövegek, nekem így kezdett el megnyílni az irodalom,
És tulajdonképpen addigra már ilyen értelemben az őseimet el is feledhettem. Persze ahhoz, hogy emancipálódjak, ahhoz sok mindent el kellett követni, és ez egy viszonylag rögös út volt. Tehát én nagyon sokszor kaptam azt az orromra, hogy hát nyilván persze csak azért írok, mert hogy a felmerőim Jékely meg Ápréli írtak. Ez nyilván addig, amíg az ember nem ír olyan művet, amivel egyértelműen bizonyítani tudja a saját identitását, addig ez kínosan érinti, ha meg már írt, akkor meg csak vonja a vállát. Bori testvéred, akár meg említetted a nagymamádat, akkor azt is említsük meg, hogy Jancsó Adrián, színésznő, aki miatt ez kérdéses volt, hogy neki ez szabad-e, illik-e, lehet-e. Igen, tehát ezzel úgy megküzdöttünk mind a ketten. Ezen rég túl vagy, gondolom. Réges. Az viszont figyelemre méltó, hogy ezer mindent csináltál. Tehát azon kívül, hogy 20 éve tanítasz Miskolcon. Sehol nem tanítok. Tehát Miskolcon tanítottam 94-től 2010-ig. Most finito. Az például nincs, de hát ugye volt, tehát a tévés műsorvezető, szerkesztő, rádiós műsorvezető, csináltam őségen, igen, mindenféle kutyagumit. Novellista, lapszerke, tehát mindenfélét csináltál. Ez egy útkeresés, miközben mondjuk dolgozol ezen a Kazinczy életszakaszon, amit most majd mindjárt ki is tárgyalunk pár mondat erejéig? Igazából nekem nem volt kétséges az, hogy írok és könyveket írok, ez számomra a lényeg. Igazából az egyik dolog hozta a másikát. Az egyik egyetemi katedra hozta a másikat, tanítottam a Károli Gáspár Egyetemen, tanítottam a BKF-en, megkerestek még 92-ben az akkor induló Török Fürdő című lap, akkori főszerkesztői Bence Otto barátom, hogy nem csinálnánk-e, vagy nem szállnék be abba a labba, akkor elkezdtem azt csinálni, akkor ebből jött másik lap, jött televízió, rádió, tehát így egyik dolog hozta a másikát, amelyeket alapvetően egzisztenciális okokból az ember nem utasított vissza. Egy idő után elkezdett nagyon sok párhuzamos munkám lenni, és akkor az már nagyon-nagyon sok volt. Amikor például írni sem tudtál. Igen, tehát eljött egy olyan pont, amikor azt kellett eldönteni, hogy na most akkor tényleg nekilátunk-e komoly nagy regényeket írni, vagy megy ez, hogy írok rövid prózát, kisregényt, színdarabot, forgatókönyvet, izé-izé, de akkor hol van a nagy regény? Ez most a nagy regény? Ez most egy nagy regény. Azért érdekes, mert ezt most azonnal a kritika kikiáltotta 2014-ben a regénynek. Pirulók és a tarkó, még ez nem én voltam. Persze, hát ez nem te állítod magadról, ez attól szép. És úgy kezelnek, mint egy első könyvest. Ami meg furcsa, mert hát ez meg nem igaz. Hát abban az értelemben, hogy ez egy olyan dobásnak tűnik, ami nagyon sok embernek bejön. És nagyon sokféle szálat rándít meg, és nagyon sok felől lehet rá reagálni, és nagyon-nagyon sok ember kapja fel a fejét. Ebben az értelemben valóban első könyv, tehát első nagy regény, amin eddig kis regényeket írtam, amelyek jó könyvek, vagy kevésbé jó könyvek, de hát mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez az, amit én tudok csinálni, az most úgy először van meg egyben. Remélem tudok ennél többet is csinálni. Beszéljünk egy picit a cím mögöttiségről. A kitömött barbára szó szerint értendő sok értelemben. Igen. Ezt a szegény embert, aki rabszolgaként került Európába, Afrikából, és talán Nigériában született. Igen, valahol fekete Afrikában, a mai területét nehéz behatárolni. Ezt az embert halála után a rendkívül felvilágosult Habsburg udvar közvetlen környezetében kitömték, és múzeumban mutogatták. Kazinczy barátját, aki egyébként második József tanácsadója. Hát ilyen barát, ilyen, kvázi barátja, vagy hát itt szeretett vele mutatkozni, igen. Mert ugye hát egy dísztárgy volt. Tehát itt kezdődnek el azok jól mutatott? Annyiban mutatott jól, hogy nem volt a környezetben több fekete, tehát akkor Közép-Európában nem nagyon volt több fekete. Ráadásul volt ugye a Schönbrunni állatkertben volt egy állatgondozó, egy Joseph Hammer névre hallgató, szép afrikai név, ugye, állatgondozó, de hát vele József császár nem flangálhatott, mert vele nem lehetett Mozartról beszélgetni. Angelo Solimánról lehetett Mozartról beszélgetni, meg lehetett Tacitusról beszélgetni, meg lehetett Montesquieuről beszélgetni, tehát ő egy olyan művelt pali volt, köszönhetően annak a dresszúrának, amin őt keresztül préselte első gazdája, Lobkowicz herceg, aki a Szicíliában került, amikor az ausztriai Habsburg ág kavart Szicíliában a 730-as években. És akkor onnan ő bekerült ebbe a Habsburg monarchia arisztokráciájának a környezetébe, átkerült a Liechtenstein házba, és ott lett ilyen fő komornyik, főhercegi mór, ahogy nevezték.
És az ő különlegessége az abból az antropológiai rácsodálkozásból adódott, hogy hát hisz, mi azt hittük, hogy egy fekete az nem tud megtanulni latinul, görögül, németül, angolul, franciául, meg egy fekete nem tud megtanulni zongorázni, meg egy fekete. Tehát hogy ez nem a olyan ember. Hisz ő, hát ő valami izé, tehát azt így és nem ez a barbár tudták. Része a történetnek. És akkor hát a kitömött barbár az egyrészt egy teljesen konkrét cím. A szerkesztőmmel rengeteget csakkoztunk, és 500-nyi címvariánsból állítottuk végül is ezt elő. Alapvetően neki köszönhetem, hogy ezt a címet így összehoztuk. Tehát egyrészt ez egy teljesen konkrét cím, hiszen valóban egy kitömött barbár állott. Na most azért a barbárnál már elindul a macskaköröm. A barbár az egy olyan kifejezés, ami nagyon sokféle kulturális konnotációt mozgat be, hogy ki a barbár, honnan nézzük, ki mondja azt a másikra, hogy barbár, melyik az a szemszög, ahonnan valaki barbár. Ugye a barbárokat, azokat a görögök óta ismerjük, ők először barbároknak nevezték a perzsákat, mert hogy ezek ilyen keleti, nem demokráciában élő, despotizmus alatt élő, az individuum szabadságától megfosztott, nyájszerű, brutális nép. A barbár ugye az, aki nem beszéli a mi nyelvünket, a barbár azt jelenti, hogy dadogó, aki csak makog, az a barbár. És hogy azóta Európa mindig másban pillantja meg a saját legújabb barbárjait, és hát ez a fogalom, ez egy ilyen nagyon hosszú fejlődésen átesett valami, aminek persze van egy nagyon egyszerű értelmezés, nem kell ehhez túl sok mögöttes tudás, hogy az ember ezt a címet megértse, de hogyha van, akkor meg még többet mond. Na nagyon most... idegesít, amikor megkérdezik, hogy mit mond ez a történet a jelenkornak? Megszokták? Megszokták, persze, hogy megszokták, és ez elkerülhetetlenül így van, hogy úgy alakult, hogy ennek van egyfajta aktuális pikantériája. Remélhetőleg átmeneti. Azt miben látod? Abban látom, hogy van egy olyan anti-aufklérista folyamat, vagy szubkultúra, vagy mainstream, ahogy tetszik, amely nagyon erősen újra fölkavarta azokat a kérdéseket, amelyek arról szólnak, hogy most akkor egyház, állam, szakralitás, szekularizáció, tehát az összes ilyen már egyszer letudott, vagy letudottnak gondolt, vagy egyszer már megválaszolnak tűnt kérdést, azt újra földobja a mai politikai közeg. És hát a regény ezekben nagyon nyakig belemászik. Persze a 18. század szemszögéből mászik bele, de ugyanakkor nem titkolom azt a feltevésemet, hogy a 18. századi kérdésfelvetések azok ma teljesen aktuális kérdésfelvetések, illetve hogy még mindig nem múltak el ezeknek a kérdéseknek az aktualitásai. A könyvedben óhatatlanul kellett foglalkoznod a szabadkőművesekkel, az alkimizmus kérdésével, mert ezt a korszakot ez alapvetően szőtte át, és hát Kazinczy ebben mélyen benne volt. Nagyon kevés irodalom van, magyar nyelvű irodalom van, amelyik ezzel igazán foglalkozik. Te honnan merítettél? Itthonról, vagy ehhez utazni kellett? Hát ehhez utazgatni kellett. Én megpályáztam amikor eldöntöttem, hogy PhD dolgozatban, vagy PhD dolgozatban, elegánsabban fogom földolgozni ezt a kérdést, mert hogy két legyet ütök egy csapásra, egyrészt anyagot gyűjtök, utána megyek az összes sztorinak, aminek csak lehet, másrészt pedig ebből hozok magamnak egy ilyen hétköznapi materiális hasznot, hogy kapok egy doktoris tallumot, és jaj, de jó lesz nekem. És akkor kaptam egy 5-ös ösztöndíjat, azzal elmentem Bécsbe, és akkor ott a bécsi szabadkönyves levéltárra elkezdtem kutatni, és akkor mellette elkezdtem olvasni a szabadkönyvességgel foglalkozó nagyon bőséges és nagyon, nagyon alapos irodalmat, tehát ezt alapos tudósok kutatják nagyon szépen, és ennek a 18. századtól kezdődő szabadkönyvességnek hát ugye az a hozzáférhető, és az a... Tehát a szabadkönyvességnek van egy ilyen mitikus története, hogy ez mindig is volt. Ezt annyira nem lehet kutatni, mert ugye az írásban nem nagyon van meg, tehát ez egy ilyen lebegtetett dolog, de hát van egy nyilvánvaló, ugye az angol szabadkőves páholyoktól a 18. század elejétől követhető, az meg teljesen levéltárjal dokumentált és jól kutatható története. És akkor én ennek mentem utána, ez is egy rettenetesen ágas-bogas történet. Találtál magyar szálakat? Persze, tehát a magyar szabadkönyvesség az ugye Erdélyben indul el, Németföldön tanult mesteremberek, kísértelmiségiek viszik vissza Erdélybe, vagy haza Erdélybe ennek az ismeretét, és ennek az ez iránti rajongást, és aztán ez nagyon erősen belobban, ugye Észak-Magyarország, tehát a
a török által nem lezúzott polgárilag, a polgárság által mélyebben áthatott területeken elindul, és hát egy csomó szabadkönyves páholy jön létre, vagy nem olyan nagyon sok, de elég sok. Tehát a magyarországi szabadkönyvességnek is van bőségesen története, nagyon sok ember vesz benne részt, nagyon sokféle irányzat van, nagyon sokféle cél van. Ezeken belül az egyik legérdekesebb, és ami a regényünk szempontjából a legizgalmasabb, az az a fajta elsősorban Észak-Kelet Magyarországon élő, a rózsakeresztességgel, amely alapvetően Lengyelföldről jön le hozzánk, a rózsakeresztességgel összefüggő vonala, amely akkori szóval, vagy ahogy Kazinczy nevezi, patikáriusság. Azaz az anyaggal való jószándékú kísérletezés abból alkímia. A célból, hogy hogyan lehet. Igen, ugye ez az alkímiának egy elegánsabb verziója, ahol hát ugye nem adják fel az aranycsinálás reményét, de a kimondott célja a dolognak az, hogy orvosságot készítsünk. Hát ez a fizika és a kémia előtti viszonya a kísérletező emberi elmének az anyaghoz. Igazából nem más az alkímia. A szabadkövesség, meg mi... Jó, kérdezz, és akkor folytatom. Annyi felé megy a történet, vagy annyi felől közelíthető meg ez a történet, miközben két ember barátságáról írsz. Igen, egész egyszerűen. Hogy a kérdés óhatatlan adja magát, hogy mindent meg tudtál írni ebből, amit akartál? Á, dehogy. Nem. Vagy nem, az nem. Ember egy pont után elkezdi selejtezni a gondolatait. Jó, hogy így kérdezed, így van. Tehát, hogy amit akartam, azt meg tudtam írni, amit tudok, azt nem mind tudtam. Nem mind írhattam meg, mert egyszerűen szétesett volna a regény szerkezetében. Hát akkor újabb írások jöhetnek. Jöhetnek újabb írások, de igazából én azt hiszem, hogy az, ami engem ebből érdekelt, amihez rengeteg mindent hozzáolvastam, és rengeteg minden szatellit tudás kóvályog az agyamban róla, de igazából ennek a lényegét én beleraktam, amennyire tudtam, amennyire tőlem tellett, tehát ez igazából egy kerek történet lett abból a szempontból, hogy bizonyos fokig a 18. század művelődés történetének a horizontja azért ott megjelenik, nem filológiai görcsösséggel, ez nem egy életrajzi regény. Tehát ez nagyon fontos leszögezni, hogy bár ez egy történeti panorámában játszódik, történelmi díszletek között játszódik. És Török Szofival mondatod el Kazinczy feleségével. És Török Szofival mondatom el, tehát egy női monológot olvas közben az olvasó. Ez nem egy életrajzi regény, tehát ez nem egy szorgos filológusnak a megregényesített életrajza, tehát nem az van, hogy itt azt a Kazinczy Ferencet fogjuk megismerni, akit az irodalomtörténetből ismerünk. Mert hát hiszen egy unalmas figurának. Igen, azért unalmas figura, mert ugye a legelevelezését olyan hülye nyelven írja, ezt most írjam, hogy ezt most senki nem lehet élvezni, nem tudja a széles nagy közönség élvezni. A fogságom naplója az rengeteg mindent elhallgat, nem mondja el igazából azokat a súlyos dolgokat, amit egyébként az önéletrajzi írásaiban aztán elmond, amiket viszont titkolt, eldugott, nem akarta kiadni, rettenetes bajai voltak ezzel. Ez egy nagyon hosszú történet, egyszerűen nagyon szívesen elmondom, de most ebbe belemenni nem, azért nem akarok, mert nagyon ágas-bogas. Tehát minden történet rettenetesen bonyolult, és a világ, amit ebben elkezdtem föltárni, az is rettenetesen bonyolult. Most pár egyszerű csapásirányt próbálunk vágni ebben, hogy mégis rávilágítsunk néhány dologra. Tehát nem tudtam mindent megírni, amit tudok. Mindent belesűrítettem, azt gondolom, ami esztétikailag lényeges volt, annak a kedvéért, hogy a történet élvezhető legyen, hogy mindig legyen a miért tovább lapozza az olvasó a könyvet. Ezért kellett bele egy történet, kellett benne úgy adagolni az információkat, hogy mindig egy kérdéssel fejeződjön be egy fejezet, cliffhangerrel fejeződjön be, szappanoperás nyelven mondva, hogy mindig legyen miért tovább olvasni. Közben pedig a háttérben persze beteszem azokat a dolgokat, amelyek nem feltétlenül érthetők háttértudás nélkül, de anélkül is érdekesek. Mert ez egy olvasmányos könyv. Még mielőtt valakit elriasztottunk volna az irodalom történeti szabadkőműves és alkímiai háttérrel, azt mondják, hogy ez az évkönyve, szerintem azt jó hallani. Nagyon jó szó. Hát 15 év munka van mögött, te nem érdemtelenül jutottál ide, Péter Végegé, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen hozzá. Köszönöm. A kitömött Barbáról, meg Kazinczyról és ezer mindenről beszélgettünk. Szép estét, viszontlátásra. Köszönöm.